Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. Mai nap is forgatásra adtam a fejemet, és azon gondolkodtam, mielőtt megterveztem volna mai napot, helyszínt, etetőanyagot, csalit, stb. Mindent, amit ilyenkor kell. Akkor elgondolkodtam, ugye közel 14 éve forgatok már ugye filmeket, és számos olyan témát feszegettem, ami éppen aktuális. És azon gondolkodtam, hogy milyen témával, vagy milyen olyan dologgal jöhetnék elő, ami esetleg érdekes lehet a számotokra. Úgy döntöttem, hogy lelátogatok ide a Kárpláv Horgászparkba. Kedvelt, nagyon szeretett helyem, évek óta ide járok, és leülök a kedvenc helyemre, és elkezdek majd bokoroló pontyokat fogni. Ez lesz az egyik téma, hogy ezt ott csináljuk, a másik pedig a csali. Ugye örök téma pop-up vagy wafters, úgyhogy azt majd akváriumi körülmények között meg fogom mutatni, hogy ezzel a két csali típussal fogok csalizni. Etetőanyagok, szerelék, minden, ami ilyenkor kell, azt majd részletesen be fogom mutatni. Tartsatok velem! Hát nem számítottam ilyen gyorsan kapásra, tehát ahogy bedobtam, körülbelül egy 4-5 perc telt el ide a bokros részbe, és egy nagyon jó hal van a horgon végén, legalábbis a húzásából ítélve nagyon szép kis pont lehet. Még nyúlnom kell a fékhez is, pedig aztán be szoktam mindig állítani, és meg is vagyunk. De írgonc van. Szuper. Akkor érdemes még benn hagyni a merítőfejbe, így a biztonságos. Simán alulról tartja a merítőnek a merevítése a szövet, és simán ki lehet belőle szedni a horgot. Így, né, kész is. És akkor szigorúan a merítőfej felett mutatom. Picit belóg a bot, de első halnak tökéletes. Nagyon örülök neki, és a szokásos merítőfejből való visszaengedés. Jöhet a következő. Itt a következő halunk, de ez pont azt csinálta, amit általában szoktak. Jobbra kitört oda be a susnyásba, és ilyenkor mindenféle ilyen gimnasztikai gyakorlatokat kell csinálni, hogy el tudjam onnan húzni, és így botod be a vízbe, és folyamatosan tör arra, igen. Teljesen le, amennyire tudjuk, és húzzuk. Lényeg az, hogy megakasztás után egyből legyen meg a kontakt, ne nyúljunk a fékhez. Egyből egy picit erőltessük, amennyire tudjuk. És hogyha már kijött onnan, most szerencsém van, mert kijött, itt van már. Nagyon jó. Akkor vissza is ülhetünk a ládára, és fáraszthatunk kényelmesen. És most mehetsz. Így. És itt van már a hal, biztonságos távolságba, és itt már nyugodtan lehet fárasztani. És meg is van. Nem is olyan nagy, de annál sokkal arcosabb. Úgyhogy szippantott egy kis levegőt, de már nagyon már nem megy el messzire. De amint van lehetőség, mert megint itt bemegy a fás részre, amint van lehetőség, akkor én gyorsan megismerítem. Úgyhogy, még hogy nem sport a horgászat. Jó, cipel magával egy kis ágat, nem probléma.
És meg is van. Nem egy 10 pluszos, de annál vehemensebb volt, úgyhogy meg is vagyunk. Mindjárt mutatom. Nagyon örülök neki. Hát olyan kiló 20 körüli. Egészséges, gyönyörű, nyurga testű ponty. Mehet is vissza, és jöhet a következő. Most a legutóbbi halam után egy picit itt összezavartam a dolgokat, kell egy kis idő, még visszatérjenek a pontyok, de ezt az időt kihasználom, és akkor akváriumi körülmények között hoztam akváriumot, megmutatom a pop-up és a wafters csali között a különbséget, a botot viszont behagyom, kinyitom a féket, úgyis itt leszek tőle egy méterre, azt, hogyha elhúzza, akkor jön egy bónusz hal. Gyertek! No, hát éppen most akartam elkezdeni a pop-up és a wafters csali közti különbséget bemutatni itt akváriumba. Behagytam a botot, ahogy jeleztem, és hát el is húzta. Úgyhogy egy kis szoktam mondani, hogy egy kis türelmet kérnék, és akkor utána folytatjuk. Ugye közben itt elpakoltunk, úgyhogy a merítőt azt majd kérném szépen Petitől. Köszönöm. Nagyon bekészültünk itt a akváriumi szemléltetéshez, csak aztán le is vitt a pontyocska, úgyhogy úgy, meg is vagyunk. És gyönyörű szépen benne van a szájába a wafters csali, favorite neon dumbbell, és ez már egy nagyobb bacska példány. A kis virgonc mély. Kis sérülés, szerintem harcsa volt a tettes. Kicsit megmart az oldalát. És akkor megy is vissza a vízbe. No, tehát a gyönyörű szép pontyocska után akkor nézzük is az akváriumi körülményeket. És akkor a pop-up és a wafters csalikat fogom bemutatni. Azokkal a horgókkal és azzal a csalitüskével, amivel én horgászom, tehát ezt ti otthon majd ezt csináljátok meg a saját horogméretetekkel, saját csalitüskétekkel. Ugye azt elmondtam, hogy a fine csalitüske az, ami szerintem a jó és az működhet is. Csináltam kettő szereléket. Etetőanyagot most nem fogok beletölteni, pont azért, hogy a vizet ne koszolja be, és látható legyen a két csali közt a különbség. Én ugye monofil előkére szoktam kötni a horgaimat, ami jelen esetben egy 16-os, viszont a fine csali tüskét, az pedig egy 06-os fonott előkére, pontosan azért, hogy természetesebben mozogjanak a wafters és ugye a pop-up csalik. Na most erre az egyikre fogok akkor egy ilyen favorite neon dumbbell 8 mm-es csalit tűzni, be is rakom utána a vízbe egyből, és utána jön egy pop-up. Tehát, ahogy mondtam az előbb is, nagyon fontos, hogy ti a saját szereléketeknél ezt próbáljátok le. A vízparton, amikor lementek, akkor már tudjátok azt, hogy ez a csali, ez a horogméret, ez pont így szuperál a víz alatt. No, tehát berakom ezt a wafterset, lehet látni, hogy pont azt a célt szolgálja, amire készült. Tehát pont annyira emeli ki a csali tüskét, amennyire nekem kell. És hogy egy óvatlan pillanatban hal rászippant, akkor hopp, már a horog benne is van a szájába. Ez mondjuk egy nem iszapos, de mégis egy picit keményebb mederfenéken ez jól működhet. És jön a másik verzió, hogy mi a helyzet akkor, amikor nagyon iszapos a mederfenék, vagy éppenséggel a jelen esetben, ahol én horgászom, bedőlt, bokros, fás, leveles dolgok vannak,
és a csalikant meg kell emelni, akkor jön a pop-up verzió. Előkébe, csalitüskébe, horogba akkor így megvagyunk, ugyanaz. És akkor nézzünk egy pop-up neon boilit, ebből is egy kolbászos verziót. Veszek ki egy kis golyót, simán gyorsan feltűzöm, és akkor oda a wafters mellé megpróbálom úgy betenni, hogy látható legyen. És most, amíg betettem ezt a kosarat a pop-up csalival, látható volt, hogy picit a víz egy hangyányit megmozdult, és már ez a wafters csaling már kezdett billegni, kilengni. Tehát a mederfenéken nem ilyen nyugodtak a viszonyok, tehát jönnek-mennek a halak, pontyok, kis halak előbb, aztán a nagy testű elzavarja, és ez a csali folyamatosan jobbra-balra mozog, hogyha esetleg a halak nem éhesek, hanem kíváncsiak, akkor esetleg ez a dumbbell forma, vagy ez a golyóforma felkeltheti az érdeklődésüket, és rá tudnak szippantani. Nagyon örülnék neki természetesen, hogyha ezeket a csalikat használnátok, de hogyha más gyártótól is van wafteretek, vagy golyótok, nyugodtan ezt így próbáljátok ki. Általában most már mindenki figyel arra, hogy ezeket úgy csinálja meg, hogy a funkcióját ellássa. Ami nagyon fontos, hogy a csali mindig ugyanaz, a horoggal pedig tudtok variálni. Tehát jelen esetemben egy 12-es horog, fány csalitüskével, fonotra kötve, tehát a csalitüske az fonottal van kötve, a monofil előkével, ez így néz ki. A két csalin kívül hoztam még warm-ups-ot, a csokirumos four color pop-upot, amik ugyanígy működnek, de én a mai napon inkább a favorite neonokat erőltettem, abból is ugye hoztam a csokiepret és a Hollywood grillt. A Hollywood grill volt az, amit inkább nagy részben csaliztam, és ugyanezt a képet kaptam tulajdonképpen a mederfenéken, tehát ugyanezt fogadta az ott lakó pontyokat. Úgyhogy a pop-up és a wafter között összefoglalva ez a különbség. Vannak olyan helyzetek, amikor tökéletesen működik a wafters, de ha bokor alá nagyon iszapos helyen horgászunk, akkor néha el kell a pop-up is. Nem mondom azt, hogy folyamatosan mindig ezeket váltogassuk, hogyha bejött egy csali, akkor amellett maradjunk, de hogyha esetleg kapástalan időszak van, akkor merjünk váltani, és teszteljük le, és tudjuk azt, hogy ezzel a horoggal, ezzel a csalitüskével, ezek a csalik hogy működnek a víz alatt. Halunk. Most ez speciál sikerült pont egy ilyen kilógó fág mellé egészen közel dobnom. Tehát én úgy gondolom, hogy ez volt 3 méter, 3,5 méter, tehát egészen kinnit jobb szélen. Hiszen úgy láttam, hogy itt van egy kis mozgás-forgás, úgyhogy egészen part mellett vagyok most. Ugye azt mondtam is, hogy nem kell mindig erőltetni azokat a helyeket, ahol horgászunk. Ha nincs rajta sokáig kapás, akkor utána keresgélni kell a halakat. De most én is így tettem, tehát eldobtam egészen ide. Hát már mondhatom azt, hogy majdnem partszélibe, és ott jött a halacska, és ő is pontosan tudja, hogy hova kell neki menni. Úgyhogy körülbelül ezt a 8-10 négyzetméteres szakaszt, ezt mondhatom azt, hogy le is horgáztam. Hihetetlen amúgy, hogy azt gondol az ember közben már itt van, hogy ennyire láb alatt, ennyire a part szélire kell dobni, ma ott lehetnek a halak, és hát ott vannak. Na és akkor most ilyenkor jön a dilemma, hogy vajon dobjak-e ugyanoda vissza, amit már 3 órája építek.
vagy dobjam el egész szinte szélére pont a bokor alá, mert ott volt hal. Hát nem tudom, mindenki döntse a saját maga, én még dobok vissza egyet ide. Megpróbálom, tehát rászánom azt az időt. Jaj, de kis virgonc még. Így néz ki. Gyönyörű, szép, egészséges. Ilyen másfél körül. És akkor megy is vissza. És ha már kim van a szerelék, akkor meg is mutatom. Meg akkor beszéljünk etetőanyagról, mit használtam ma, csalikról. Azt mondtam, természetesen folytatjuk a pecát. Nos, tehát a szerelékem az egy szokványos metódszerelék. Egy kosárból áll, egy horog előkéből, ami 16-os, egy 12-es horog, ugye monofil a előke zsinórom, és a csali tüske pedig fonotból van kötve. A fő zsinórom az 20-as, botom az 3 méteres, 35 g dobossúlyú Matrix Akosz, az orsom pedig egy 40-es Matrix Akosz ugyanúgy. Attól függetlenül, hogy ilyen vékony és könnyű bot, hihetetlenül jól fáraszta, tehát jól örli föl a hal erejét. Ugye az előke hossz az szigorúan 10 cm, ettől hosszabbat, rövidebbet ugye nem kötöttem. Mint láthatátok, kétféle etetőanyaggal horgászom, egy pellettel, ami egy pelletbox, egy fűszertinta halas verzió, és a Crushed Method Mix családból a Monster Crab Eperrel. Mind a kettővel úgy horgászom, hogy van, hogy szólóba, vagy pellet, vagy ugye az etetőanyag, vagy felváltva tulajdonképpen egy réteg pellet, egy réteg etetőanyag, és akkor hoztam háromfajta splash-t, egyszer egy Monster Crab epret, egyszer egy mangósat, és egy idei újdonságot, egy tiszta full epres ízesítést. Ugye csalikba variálgattam, raktam föl pop-upot is, raktam föl wafters-t is, de nagy százalékban ez a narancssárga Hollywood grilles 8 mm-es vált be a legjobban. Ugye általában dobásonként nagyon ritka volt az, amikor ki kellett venni, és akkor újat dobni. Tartottam ezt az 5 perces időközöket, de volt úgy, hogy 8-10 percig is benne kellett hagyni. Tehát az elejét elkezdtem így agresszívan dobálgatni ezt a 3-5 perc, 3, aztán fölmentem 5 percre, de nem értem evel eredményt, és akkor behagytam 7-10 percig, na az volt a jó. És ugye még behagytam őket, addig nagy részt mindig ezzel csalisztam, de próbáltam a citromsárgával is, meg az előző kettővel is, de nagy részt a halak többségét a narancssárga adta. Kora délután fele el kellett hagynom azt az etetést, tehát olyan szinten egészen jobbra dobtam, hogy szinte be tudnék gyalogolni ide, és kb. Olyan, nem tudom, combközépig érne a víz, de hát itt vannak kint a halak, ilyenkor ezt kell megpróbálni. De viszont, mivel mostanában kiszedtem egy halat, így hagyom azt a területet egy kicsit, hiszen hogyha volt ott több, megugrottak, elmentek, arrébb mentek, úgyhogy most visszatérek egy dobás erejéig az etetésre, ott azt benhagyom 6-7 percig, és utána visszajövök ide a partmel, és megnézzük, hogy mi lesz ott. Csalizzunk is egy narancssárgát, bár nem, most nem azt rakom föl, most fölrakunk egy citromsárgát, legyünk változatosak, és akkor az előbb említett kétféle variációból most az egyiket választom, tehát jön egy kis etetőanyag bele a csali, jön egy kis pellet, és még a végét lezárom egy kis etetőanyaggal. Nagyon fontos, hogy folyamatosan kezelni kell a etetőanyagot. Most már elég jó idő van. Picit lengedezik a szél, előbb ide sütött a nap, úgyhogy van nálam itt egy spritzni, és hogy folyamatosan szoktam őket fújni. És akkor legyen a Monster Crab-os splash, picit nyomok rá, így tulajdonképpen ennyi. És akkor megy vissza arra a helyre, ahol egész nap tulajdonképpen horgáztam, várok ott egy 8-10 percet, hogyha nem lesz semmi, akkor bedobom megint ide egészen jobb oldalra a ágas-bogas részbe. Úgyhogy nézzük is. Bizonyára megfigyelhettétek, hogy csak rátartok egy kicsit a kezemmel, lefékezem ugye a kosarat, hogy nem akasztottam ki. Direkt nem akasztottam ki, tehát olyan közel horgászok ide a part széléhez, hogyha kiakasztanám, és olyan vehemes, gyorsak a kapások, nem lenne időm kiakasztani. És ez ugye a halvesztéssel járna. Egy 4-5 dobás után megszokja a kezem, és akkor pontosan arra a helyre tudok dobni, ahova tulajdonképpen reggel óta horgászom. Le is rakom a botot, és akkor várom a következő kapást. Aztán, ahogy mondtam, nem, ha nem jön ott hal a reggel óta fenntartott etetésben, akkor bedobok egészen ide láb alá, jobb oldalra, hát ha kijön még egy pont. We'll be right back.
és a következő halunk. Rögtön, ahogy megfogtam azt a gyönyörűséget, ugyanoda sikerült visszadobnom. Hát és talán 3-4 perc telt el is húzta. Úgy látszik, hogy a reggel óta tartó folyamatos 5 percenkénti dobások meghozták az eredményt. Az előző az gyönyörű volt, ez nagyon szépen húzott, megküzdöttem vele. Ez is jó erőben van, de érzésre ez kisebb, mint az előző. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez lesz most majd az utolsó halam. A mai nap, a horgászatot befejezem. Nagyon-nagyon jó napot zártam, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Ugye elég sokat horgászom ezen a helyen, ha tehetem, akkor mindig ide jövök le, valahogy megvan ennek a bokros fás résznek a varázsa, és én ezt nagyon imádom. Itt a fűzfák, a színek, a természet, itt ahogy látjátok körülöttem is, hogy nem az a beton feeling van, hanem tényleg a természethez közel vagyunk. Mutatom is ezt a gyönyörűséget, és akkor ezzel a halacskával búcsúzom is. Remélem tudtam nagyon sok hasznos tippet adni a pop-up és a wafters csalik különbségeképp, hogy tudjátok őket használni, és hogy működnek a víz alatt. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!